A CET közép-európai gazdaságfejlesztési hálózat non-profit Kft. Eszéki irodája az Eszéki Gazdasági Kamarába várta december 7-én azokat az üzleti szereplőket, akik az építőiparban érdekeltek. A B2B-vel egybekötött beszállítói fórum fő témakörei a lehetőségek a válság idején, a beruházások és a vállalkozásfejlesztés voltak. A horvát-magyar építészeti kapcsolatok bővítése volt a célja a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. Eszéki irodája által megszervezett üzleti fórumnak, melyen magyarországi cégeknek mutatták be azokat a befektetési lehetőségeket, amelyek az építészeti vagy gazdasági ágazatban Eszéken és annak vonzás körzetében fellelhetőek. Nagyon örülünk annak, hogy sok volt a jelentkező, tehát sok magyar cég jelentkezett, de annál inkább annak is, hogy horvát cégek is nagyon szép számban megjelentek, és az eszéki önkormányzattól is előadó főosztályvezető úr olyan pozitív információkkal látta el itt a megjelent cégeket, hogy igazából optimisták vagyunk a jövőre nézve. A rendezvény két részből állt, az első részben két folyamatban lévő projekt bemutatására került sor, az egyik az új eszéki stadion, a másik pedig a magyar óvodák építési projektje, melyet az Európa AP képviseletében Molnár Péter projektkoordinátor mutatott be. Az ilyen fórumok esélyt adnak arra, hogy a magyarországi vállalkozókat és a horvátországi vállalkozókat is összekössük, illetve kapcsolatteremtés szempontjából ez egy nagyon értékes találkozó volt. Reméljük, hogy a jövőben a magyar vállalkozók és a horvát vállalkozók együtt tudnak dolgozni, illetve még sok ilyen projekt, közös projektben lesz együtt részünk. Az önkormányzati beruházásokról Igor Medics Eszékváros gazdasági főosztályának vezetője tartott előadást és szolgált hasznos befektetési információkkal a résztvevőknek. Ahogy főosztályvezető úr is elmondta, meghívott minden magyar befektetőt Eszékre, tehát arra kérte magyar befektetőket, hogy jöjjenek és építkezzenek itt, jelentkezzenek a hozzánk, tehát a CED irodának, és szerintem igazából ez a mai fórum egy rendezvény sorozatnak az eleje, igazából az első rendezvénye, hiszen nagyon biztató dolgokat mondott a főosztályvezető, úgyhogy ha minden úgy lesz, ahogy terveztük, akkor kora tavasszal ismét szervezünk egy hasonló fórumot, ahol akár már sokkal konkrétabb projektekről lesz szó. A közös projektek és együttműködések kialakítására az üzleti fórum második részében nyílt lehetőség. B2B megbeszélések zajlottak, melyen 10 regisztrált magyar cég 15 horvát céggel tárgyalt. A fórumon szó volt még az áremelkedések gazdasági hatásairól, a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat továbbra is támogatja a magyar és horvát vállalkozásokkal történő partnerkapcsolatok kialakítását és az együttműködések kiszélesítését.